Az év eleje az egyik legfontosabb időszak egy település életében, hiszen rendre ilyenkor dönt a képviselőtestület az adott év költségvetéséről. Máté Szalkán február 15-én született meg ez a döntés. A jelenlévő tagok egybehangzó igennel fogadták el a 2023. évi költségvetést. A város célja, hogy ugrásszerűen folytassa az elmúlt években megkezdett fejlődést, amelyhez megszavazták a 14,6 milliárd forintos költségvetést és annak szétosztását az azt külön kiemelném, hogy ez nem azért van, mert hogy a működési kiadásainkat úgy megemeltük az égbe, hanem hála Istennek a tavalyi egyébként nagyon magas fejlesztési összegeinknek, amit több mint 2,5 milliárd forint volt, idén a dupláját, több mint 5,1 milliárd forintot fogjuk fejlesztésekre fordítani. Máté Szalkán a 2023-as évben 10 EU-s projekt valósul meg, olyan projektek, amelyet a tavalyi évben e, nyertünk el, egy régi adósság, amin már 7 éve dolgozunk, és a városlakók 50 éves álma teljesül azzal, hogy megépítjük a Máté Szalkai belvárosi kispiacot, és az sem egy utolsó szempont, hogy önerőből is most 130 millió forintból út- és járdépítési programot indítunk. Ez azt jelenti, hogy Máté Szalkán 25 útszakasz újul majd meg, amelyek kapcsolódni fognak a tavaly átadott két körforgalomhoz. Ilyen nagyszabású és összehangolt útfejlesztés még nem volt a város történetében. Ezzel sokkal biztonságosabbá válik majd a közlekedés Máté és a bevezető utakon. Ezen túlmenően kisebb léptékű fejlesztések is lesznek, amelyek a városlakók biztonság és komfortérzetét fogják javítani. Ilyen, hogy ismét 30 millió forintot költünk a temetőre, a ravatolozót szeretnénk kívülbelül rendbehozni, új eszközöket szeretnénk oda kegytárgyakat beszerezni. Ezen kívül ott is a, a, belterületi, a temető területén belüli utaknak a kiépítése, szilárd útburkolattal való ellátása tovább folytatódik majd. Ugyanilyen jelentős lépés a város élete szempontjából, hogy ugye az előbb említettem tíz pályázatot, többek között a Zöldváros pályázatban a Máté a legkisebb jei, a, a legifjabb korosztály biztosan nagyon várja a szép nagy játszóteret a Gólyakerti tó mellé. És ebben a projektben a város több pontján is újulnak meg játszóterek, na ahol nem, ott viszont 40 millió forintból a város minden részében felújítások lesznek a játszótéren, új eszközök beszerzésével. Tehát én azt gondolom, hogy minden lakókörzetben elérhető, majd, elérhető lesz majd olyan játszótér, amit vagy újjáépítünk, vagy éppen kibővítünk, attól függően, hogy a város melyik pontjáról beszélünk. Még decemberben döntött a közgyűlés arról, hogy megpróbálnak minél több forrást találni a költségvetésből elkülöníteni, hogy a társasházi övezetben elinduljon kísérleti jelleggel a külső fedett hulladéktároló képítése. Ezzel megoldanák az 1,1 köbméteres kukák elhelyezésének problémáját. A közel 15 millió forintos beruházást már régóta várják a városlakók.